jó időt, szép élményeket kívánok önöknek! Pezsgővel fogadták az első látogatókat az alakarosi fürdő szabadtéri részén a szezon idei ünnepélyes megnyitóján. A hosszú hétvégén szinte tele voltak a szálláshelyek, így a hűvös ellenére is sokan érkeztek a strandra. Zalakaroson azt remélik, idén a fürdő túlszárnyalja a tavalyi látogatószámot. Akkor 560 ezeren keresték fel. Bízunk a jó időben, bízunk a jó marketingben, és indul egy új szálloda az Alakaroson a fürdővel összekötetésben, amelytől plusz tízezer, több tízezer vendéget várunk. Tehát, hogyha minden a terveink szerint alakul, az Alakarosnak egy nagyon sikeres éve lesz. Ez azért is érdekes, mert 20 éves a városunk, és várjuk a 30 milliómodik látogatót a fürdőre, és ahogy nemrég elhangzott egy államtitkár szájából, ez a 30 millió vendég biztos, hogy nem tévedett, tehát örömmel és elégedetten választhatta az Alakarost. Az alakarosi fürdőben szinte minden évben fejlesztenek, ez az idén is így volt, most is újdonságokkal várják a vendégeket. Tavaly az adrenalin csúszda volt az a nagy attrakció, amit most az idén azt is egy kicsit átfésültük és modernizáltuk a környezetét. A parkba az északi oldalon a pihenőtereket növeltük és öntöző rendszerrel láttuk el, hogy a gyerekvilágtól egy kicsit északra húzódva is több pihenőterünk legyen. A pezsgős köszöntő után az első vendégek azonnal a vízbe merészkedtek.